Szia, Doragi Andrea! És Valentin Péter vagyunk, a Valdorat alapítói. És a rajzolni nem tudó gyerekek és felnőttek rajz tehetségé válásának mentorai. Az elmúlt 7 évben több mint 2000-en tanulták meg nálunk a rajzolás alapjait, a pasztellezés és a valósághű festés technikáit. Tanulóink közül sokan vannak, akik elmondhatják magukról, igazi művésszé értek. Többeknek volt saját kiállítása, írt róluk a sajtó és megvásárolták képeiket. Nézd meg, miket alkottak! Ugye milyen szépek ezek a színes alkotások? Ha te is szeretnél színt vinni a rajzaidba, akkor most biztosan örülni fogsz a jó hírnek, mert elkészítettük a 3 napos kezdő és a 2 napos haladó festő tanfolyamainknak az online verzióját egy teljes anyagba. Te is megtanulhatod a festés és a színek műhely titkait, az alapoktól egészen a mesterszintig. Akkor sem kell aggódnod, ha ecset utoljára az általános iskolában volt a kezedben, mert valóban egészen az alapoktól kezdjük. Azért, hogy minél eredményesebb legyen a tanulásod, a teljes tananyagot 4 fejezetre osztottuk. Lássuk akkor, hogy mi az, amit megtanulhatsz ebből a 4 fejezetből. Onnan fogunk indulni, hogy hogyan fogd meg az ecsetet, melyik ecset mire való, mire jó a festőkés, és egyáltalán ezek milyen nyomot hagynak a papíron. Itt ejtünk majdnem kevés szót a színekről és a színkeverésről is. Megmutatom, sőt, be is bizonyítom neked, hogy a 10 alapszínből valóban kikeverhető a világ összes színe. Megismerheted azt a 3 lépcsős színfelismerési módszert, aminek segítségével, ha ránézel egy színre, azonnal tudni fogod, hogyan kell azt kikeverni. Ha az ecsetkezeléssel és a színfelismeréssel megvagyunk, jöhet az éles bevetés, alkos kedvedre. A 2. fejezetben tájképet fogunk készíteni. Ennek a sziklás tengerpartnak a készítését követheted végig a videóban, az első ecset vonástól az utolsóig. De nem csak ezt nézheted ám végig. Megmutatom, hogyan fest megszólalásig hasonló fákat, füvet, bokrot, sziklát, vagy akár a nyári égboltot, a ködbe burkolózott őszi tájat, vagy a hóval fedett lombokat. A 3. fejezetből azt tanulhatod meg, hogy hogyan kell állatokat festeni. Nem is hinné az ember, de egészen más technikával kell rövid vagy hosszú szőrt, vagy éppen tollat, sima bőrt festeni. Ebben a fejezetben ismét végignézheted egy festmény születését. A modellem ebben a blogban nem más, mint a hűséges kót juhászkutya, Lassie. Ha ezzel a fejezettel is megvagy, készen állsz arra, hogy lefesd a világ bármely gyönyörű állatát. Végül a 4. fejezetben a festészet koronáját, a portréfestést mutatom meg neked. Megtanulod, mi az a 9 lépéses módszer, amivel könnyedén felismered és kikeverheted a bőr tónusait. Ebben a fejezetben az őszi falevelekkel díszített hölgy portréjának elkészülését követheted percről percre. Ha ennek a fejezetnek a végére érsz, készen állsz arra, hogy bármit lefess, amit csak szeretnél. És ez még nem minden. Mert a festmények elkészülését nem csak lépésről lépésre nézheted végig, hanem a maximális tanulási élményért a teljes folyamatot 3 kameraállásból is felvettük. Az első kamera a színkeverést vette. Így mindig pontosan látni fogod, hogy a különböző színeket hogyan kevertem ki. A 2. kamera egészen közelről vette a festőelványt, így pár centi távolságból láthatod magát a festést és az ecsetkezelést. A 3. kamerát tisztes távolba tettük, hogy a teljesség vagy más szóval gestalt érzékelés is jól működjön. Láthatod tehát, hogy ez nem egy olyan tananyag, amivel eddig találkozhattál. Ez nem néma film. A videóban beszélek hozzád, és elmondom, hogy mit miért teszek. És ha véletlenül elrontottál valamit, akkor azt is megmutatom, hogyan tudod kijavítani. Sőt, beszélek a leggyakoribb hibákról is. Nézd csak! Látom azt, hogy itt a hátsó fog, ez még nagyon világos. Tehát itt a képen, ugye ezek a legvilágosabbak, itt ezek az első fokok, amit hátul van sötétek.
Nekem meg ez itt ugyanúgy rigid, mint az első fogak, úgyhogy ezt egy picit tompítani kell. Ha még hezitálnál egy cseppet, akkor hadd mutassam meg, hogy azok, akik nálunk tanultak festeni, milyen csodákat alkottak. Tehát bátran bízhatsz a szakértelmünkben, mert nem kevesebbet vállalunk, mint azt, hogy téged is megtanítunk festeni, ráadásul az 5 napos élő tanfolyamunk árának a töredékéért. Nincs más hátra, mint nézd meg a weboldalunkat, és rendeld meg ezt az egyedülálló, értékes tananyagot. Mert ne feledd, a festés örömforrás, tedd színesebbé a hétköznapokat.